Sziasztok! Engem Szűcs Robertnek hívnak, és hát szerintem már kitaláltátok, hogy miért ülök itt. Ádám ma engem traumatizált azzal, hogy tartsak bevezetőt a mai Dharma beszéd előtt. Ez valamikor ma délután a 3x40 perc, második 40 perc alatt a Koan interjú során történt. Viszont nekem ma délelőtt volt egy gondolatom az ülések alatt, hogy szerintem én ma bevezetőt fogok mondani. És az első gondolataim ezzel kapcsolatban nem voltak kellemesek. Tehát, hogy most itt üljek ki ide, mindenki engem fog nézni, nem tudom, hogy mit fogok mondani, hát, én ezt lehet inkább nem is. Az egóm elkezdte legyártani a különböző elkerülő mechanizmusokat. Az első ilyen nálam az általában a racionalizálás szokott lenni, hogy Robi, nyugi. Rajtad kívül még 20 ember van itt, 1 a 20-hoz az esélye, hogy téged fognak mondani. Nem kizárt, de valószínűleg nem, relax, semmi baj nem lesz. Ez azonban mégse volt valamiért elég ma délelőtt ahhoz, hogy megnyugtassam magamat. A következő fázis az rögtön az lett, amikor a tudatban megjelenő, de meg nem oldott dolgot, azt leviszem testi szintre, és elkezdett fájni a fejem. De így szépen egyre erősebben. És hát délelőtt még nem is igazán vágtam, hogy ez miért van, csak hát úgy később raktam össze. Ekkor ugye még nem beszéltem Ádámban, hanem ezt így vittem magamban, aztán ugye jött az ebéd után, aztán igazából Ádám kínált egy menekülő útvonalat. Ugye közvetlenül az ebéd után mondta, hogy mind meg fogunk halni. Lehet, hogy még azt se érjük meg, hogy megemésszük az ebédet. Hát mondtam, akkor semmi baj, ez a probléma megoldva. Így tuti, hogy nem fogok bevezetőt mondani ma. Egyébként nem tudom, hogy csak nekem jár így az agyam, hogy csak nekem az én fejemben jött meg az a kérdés, hogy vajon mi lehetett a kajában? Ezután a szöveg után, de aztán így szétnéztem az ebéd után az arcokon, és mindenki nagyon mosolygott, úgyhogy úgy nőttem, hogy én is inkább abban a világban élek tovább, hogy ez még mindig nem egy ilyen öngyilkos szekta, hanem továbbra is egy zen közösség. Ha ez a videó egyszer kikerül a YouTube-ra, a felvétel pillanatában még mindenki él, és már 7:30 van. Úgyhogy semmi probléma nem történt. A fejem azonban ebéd után is továbbra is fájt, és körülbelül akkor raktam össze, hogy ez valószínűleg ezért van, mert ez a következő menekülő útvonal, hogy én nem tudok bevezetőt tartani, mert annyira fáj a fejem. És ez egyfelől megerősítette azt a tapasztalatot, hogy mennyire szoros kapcsolatban van a tudatunk és a fizikai testünk. Másfelől meg arra is egy nagyon jó tapasztalat volt nekem, hogy egy elég nagy szabadságot azt, hogyha erre sikerül rálátni. Mert bár ettől a felismeréstől nem múlt el a fejfájásom, de megadta azt a lehetőséget, hogy szabadon döntsek, hogy akkor én most tényleg ide akarok ülni, vagy sem. Mert lehet, hogy fáj a fejem, de valójában nem vagyok beteg, nincs semmi bajom, csak egy kifogást akartam magamnak csinálni. Ettől akár még ezt a bevezetőt is megtarthatom, ha úgy gondolom. És hát végül is itt vagyok. Ti meg kibírjátok. Legalábbis remélem. De ha már szó volt ilyen mindenféle ego elkerülő mechanizmusról, akkor szeretném észrevétlenül átkötni a másik történetbe a mondandómat, amit még el szeretnék nektek mesélni. Az nem egy mai történet, hanem az a zen gyakorlatomnak a leges-leges legelejéről való, éppen csak amikor elkezdtem járni a budapesti zen központba az esti gyakorlatokra. És én, mint leleményes gyakorló, még ebből a egyébként nagyon egyszerű és tiszta gyakorlati formából is képes voltam magamnak egoitást felépíteni. Ez úgy nézett ki, hogy szorgalmasan jártam hétről hétre, amikor tehettem, bementem Koan interjúra, és hát a nagyon az egyszerű bevezető kérdésekben mindig kérdésről kérdésre, de azért haladtam egyet-egyet mindig előre. Mindig az volt az élményem, hogy tudtam válaszolni egy olyan kérdésre, amire a múltkor még nem. És hát nem is tudom, szerintem ez körülbelül ilyen 8 alkalomnyi acélos zen gyakorlattal a hátam mögött megszületett a fejemben a gondolat, hogy ez a zen, ez nekem egész jól megy. Nem olyan nehéz ez. Na, amikor ez a
ez a gondolat befészkelte magát, amikor felépült ez az ego fal, az tényleg olyan volt, mint egy fal, egy ilyen betonfal. Onnantól kezdve semmire nem tudtam válaszolni. De nem, hogy a házi feladatomat nem tudtam megmondani. Igazából még azokra a válaszokra sem emlékeztem, mint a múlt héten már megmondtam, de semmi, teljes, totál rövid zárlat. Ez az ego fal nyilván hát útjában állt annak, hogy tovább tudjak haladni a zen útján. És hát abban az állapotban minden ilyen nem tudomot azt nagyon totális kudarcnak éltem meg, hogy hát ez borzasztó, meg hogy lehetek ilyen, hát ez szörnyű, semmire nem tudok válaszolni. Úgyhogy így aztán kellő ilyen akkor negatívnak megélt tapasztalat után ennek az ego falnak végül is le kellett omlania ahhoz, hogy tovább tudjak haladni. Igen ám, de én leleményes zengyakorló voltam, és felépítettem a következő egoitást. Ez pedig így hangzott. Ez a zen, ez nekem nem megy. De nagyon nem. Nem. Hát én ülök itt, nézem a padlót, mert hiába mondom, hogy szuri-szuri, mahászuri, meg minden, hát nem tudok semmire se válaszolni. Hát kész, szége. Ugye ez is egy egoitás. Ez is ugyanaz az egófaj, csak igazából a másik oldalról, és hát ha a betonfalnak így nekirohan az ember, nagyjából mindegy, hogy melyik oldalról csinálja, az körülbelül ugyanaz lesz a végeredmény. Ebből az állapotból ugyanúgy egyáltalán semmit, sehová nem lehetett tovább lépni. De szerencsére, vagy nem szerencsére, nem tudom miért, de valamiért mégiscsak eljártam a heti gyakorlatokra, mégiscsak beültem az ülésekre. Úgy, hogy egy idő után már teljesen lemondtam róla, hogy én valaha házi feladatot fogok még egyszer megfejteni. És az egyik ilyen ülés alkalmával megint csak szólt a kolomb, én hát rám került a sor, hát bemegyek, de akkor már régességen nem foglalkoztam vele, hogy most én meg tudom-e fejteni a kovant, vagy nem, mert már hagytam az egészet a fenébe, és akkor meglett a válasz a házi feladatra. Úgyhogy, hát amikor azt gondoltam magamról, hogy megy nekem a zenet, akkor hibáztam. Amikor azt gondoltam, hogy nem megy, igazából akkor is hibáztam. Úgyhogy inkább csak csináljuk. Köszönöm, hogy meghallgattatok.